No, ebben a kísérletben azt fogjuk megnézni, hogy a molekularrácsos kristályok közül a kén hogyan olvad meg. Hogyha megfigyelitek, akkor először 119 fokon megolvad, ez az olvadás pontja, majd elkezd kisebb szálakra szakadozni, hiszen az S8-as gyűrűk, ugye mindenki meglátja a füzetében az ábrát, az S8-as gyűrűk szépen szálakká alakulnak, majd ezek a hosszabb szálak szétszakadnak olyan 300 fok környékén, és még kisebb szálakká alakulnak, és hogyha tovább melegítem, és eléri a hőmérséklet a kémcső belsejében a 444 fokot, akkor bekövetkezik a forrás. Itt aki középen vagy közelebb van, az láthatja, hogy itt már nagyon forr az anyag, és akkor hirtelen, ha beleöntöm, akkor azt fogjátok látni, hogy itt az alján keletkezik egy ilyen gumiszerű valami. Ez a gumiszerű kén az úgynevezett amorf kén, így meg tudom nyomogatni, mintha rágógumi lenne.